estét kívánok, szeretettel köszöntöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét. Önök most a Nagykunsági Krónika című közéleti magazin műsorunkat látják, de előtte kérem, tekintsék meg mai műsorajánlónkat. Kedves nézőink, új igazgatója van a Karcagi Szakképzési Centrum Baró István középiskolájának. Most Aktuális Kérdések című heti magazin műsorunk következik, melynek vendége az iskola új igazgatója Szabó István. Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk Szabó István, a Karcagi Szakképzési Centrum Baró István Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium igazgatója. Szeretettel köszöntöm stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm szépen, jó napot kívánok! Azért hívtuk ma meg önt egy stúdióinterjúra, mert ugye ön kapta meg a Varró István középiskolának az igazgatói megbízatását, ha jól tudom, akkor augusztus 1-től. Ehhez gratulálunk, jó munkát kívánunk önnek az elkövetkezendő tanévekre. Ugye ön nem karcagi, ezt sokan tudják már itt a városban. Arra kérném, hogy mondjon magáról néhány mondatot, mik a legfontosabb tudnivalók, honnan érkezett ide a mi karcagi középiskolánkban, mit lehet önről tudni eddigi pályafutásáról és munkásságáról. Igen, hát valóban nem karcagi vagyok, bár egyébként ismernek sokan, hiszen a sport révén nagyon sok sportbarátom van itt Karcagon. Jászkísélen születtem, középiskolába, Szolnokon a gépipariba jártam, ott érettségiztem és szerszámkészítő szakmát szereztem. Majd utána ott Jászkísélen dolgoztam egy építő-gépjavító üzembe. Ezeket azért tartom fontosnak elmondani, hogy azért a szakmához, a gyakorlathoz való kötődésem azért megvan. És akkor, tehát Jászkísélen dolgoztam, időközben beiratkoztam technikus minősítőre, azt is elvégeztem, majd Kunhegyesre kerültem, és ott a BHG-ban dolgoztam már a szakmában szerszámkészítőként. Itt már foglalkoztam diákokkal, oktató voltam a helyi szakiskolában, és emellett megint elkezdtem tanulni. Elvégeztem a felsőfokú NC programozói tanfolyamot, és akkor itt megint kapcsolódhatunk a Varróhoz, hiszen itt megint csak összetalálkoztam régi szakmámmal. És hát itt most már ugye úgy nézett ki, hogy a vasas szakmák területén azért van 3 olyan szakmám, amivel lehet majd boldogulni, és akkor 89 táján nagy állami cégek elkezdtek visszafejlődni, és hát ennek következtében a BHG-ból is el kellett jönnöm, eljöttem. Kapóra jött az, és itt kerültem át az iskola világában, hogy előtte már foglalkoztam gyermekekkel, futball edzéseket tartottam a helyi általános iskolában, és az igazgatója hívott engem át a labdarúgó kollégiumban gyermekfelügyelőnek, és itt kezdődött el az én tanári pedagógusi pályafutásom. És akkor, ahogy átkerültem, ahogy szokott lenni, képesítés nélkül tanítottam, gyermekfelügyelő voltam, és beiratkoztam a tanárképző főiskolára, és sikeresen elvégeztem. A sors úgy hozta, hogy a labdarúgó kollégiumban nagy változások lettek, és szükség volt arra, hogy egy önálló vezetőt kapjon. Így amikor elvégeztem a főiskolát, nem sokkal utána igazgató helyettes lettem a Kunhegyesi, akkor Dózsa iskolában, és a többek között a nevelési igazgatóként a kollégium is hozzám tartozott. És hát ahogy múlt az idő, nyilván
jelentkezett az, hogy vezetőként ismét tovább kell tanulnom, akkor elvégeztem a közoktatásvezetői, illetettem a közoktatásvezetői szakvizsgát, és hát utána bekövetkeztek azok a változások, ami nagyon sok iskolát elértek, összevontak iskolákat, intézményfenntartó társulások jöttek létre, így volt ez Kunhegyesen is, és azokat az iskolákat, ami Kunhegyesen volt, tehát a Dózsát és a Kossuthot, illetve a környező kis települések iskoláit, Tiszagyendát, illetve Tiszalofot összevonták. Közös igazgatás alá helyezték, ahogy ezt mondani kell. És akkor kiírták az igazgatói pályázat ennek a nagyiskolának az élére, és én megpályáztam egy év különbséggel, én lettem az igazgató, tehát a összevonást követően volt közben egy másik igazgató még, és akkor itt lettem igazgató. Akkor megint tanultam egy kicsit, akkor elvégeztem az egyetemet, és hát ennek az iskolának a élén dolgoztam, megválasztottak. Az első 5 éves ciklusomat letöltöttem, és újra választottak igazgatónak, de időközben jött ez a változás az iskolák életébe, illetve az egész köznevelési rendszernek az életébe az, hogy létrejött a KLIK. És ide, tehát tulajdonképpen tankerületi igazgatókat kerestek, kiírták a pályázatot. Időközben egyébként, aminek szintén nagy hasznát veszem, tagja voltam Kunhegyesen képviselőtestületnek, illetve egy nagyon-nagyon szép hosszú nevű bizottságnak az elnöke, oktatási, kulturális, sport, egészségügyi, ifjúsági bizottságnak voltam az elnöke, de voltam a pénzügyi bizottságnak is korábban. Ez is nagyon hasznos volt a későbbiek során. És akkor én 2012-ben megpályáztam a tankerületi igazgatói posztot, és végülis ezt meg is nyertem, és akkor kinevezésre kerültem decemberbe, és akkor itt elkezdődött egy hatalmas munka, az iskolák átvétele, a rendszernek a felépítése. A tankerületi igazgatóként hát igazából fenntartói működtetői feladatokat láttunk el az intézményben, amit tulajdonképpen mindent jelent, szakmai és pénzügyi irányítást, természetesen a rendelkezésünk felálló keretek között. És hát itt is nyilván fontos volt az, hogy tovább tanuljak, illetve kötelező is volt, közigazgatási állam szakvizsgát kellett tenni, alap, illetve szakvizsgát tettem, majd utána volt lehetőség arra, hogy tankerületigazgatási köznevelési szakértőként, szakemberként is szerezek képesítést, és akkor ez a harmadik szakvizsgám is meglett, és hát tulajdonképpen a itteni munkába állásom még a Kunhegyesi tankerületben dolgoztam, és hát ekkor kaptam a felkérést arra, vagy ezt a lehetőség megnyílt, hogy megpályázzam a Varrónak a igazgatói posztját, és akkor így ez megtörtént, és most augusztus 1-től itt vagyok. Mindjárt majd beszélünk magáról az iskoláról, illetve arról, hogy hogyan is indult a tanév. Még annyit önről, hogy azt mondta, hogy karcakhoz olyan kötődése volt, hogy vannak innen sportbarátai. Igen. Mi ez a sport? Ez egy hobbi? Hát ez sokkal több annál. Természetesen hobbi is, bár az utóbbi években nagyon eltávolodtam, ami nagyon-nagyon rossz. Labdarúgásba nagyon-nagyon nagy harcokat vívott Kunhegyes és Karcag, illetve nagyon sok közös tornán, közös csapatokat indítottunk. Csak edzősködött, vagy esetleg ön is futballozott? Nem, itt nem, én még régebben Jászkíséren futballoztam, igen. Hát, hogyha ezt futballnak lehet nevezni, amit műveltem, itt inkább edzősködtem, és kimondottam diákoknak, bár később azért volt az ifi csapat és felnőtt csapat is rövid ideig, de javarészt a saját gyerekeinknek az edzését végeztem el. Azt tudjuk ugye, hogy elmondta, hogy nagyon sokat tanult gyakorlatilag az elmúlt évek során, fontos feladatai vannak, voltak. Mire jut még ideje a magánéletében? Mi a hobbi, amivel foglalkozik szívesen a szabad idejében? Hát igazán remélem, hogy visszatérek a sporthoz és a labdarúgáshoz. Ezzel szeretnék foglalkozni, illetve én nagyon szeretek barkácsolni, hogyha van időm, akkor ezt kikapcsolom, és ezt jó lenne, hogyha ismét jutna rá idő, mert azért az elmúlt években olyan túl sok erre nem volt.
ugye megkapta a megbízatását ide Karcagra. Ahogy fölkonferáltam, már rögtön szembetűnő volt nekem is az, hogy Varró István szakgimnázium, szakközépiskola és kollégium ismét új neve van ennek a középiskolának, ezt mind okolta. Hát igazán ez a törvényi változásokból ered. Ez egy véleményem szerint egy nagyon-nagyon jó, helyes döntés. Nyilván a szakmai, a szakképzésnek a presztízsét ez növeli. Nem beszélve arról, hogy olyan lehetőségeket teremt a diákoknak, tanulóinknak, hogy azért tovább tudjanak lépni szakképzés után, rögtön tudják ugye az érettségire felkészítő képzéseinket elvégezni, és így érettségével hagyhassák el, és szakmával együtt hagyhassák. Ez egy nagy emlény, úgy gondolom, ahhoz képest, hogyha csak, és ne haragudjanak már a gimnáziumi kollégák, hogyha egy sima érettségével lép az ember tényleg ki a nagybetűs életbe, és akkor kell még szakmát tanulnia. Tehát én ezt úgy gondolom, hogy is ezt a változást mutatják ezek az elnevezések. A tanév ugye szeptember 1-én indult, ön augusztus 1-től van a középiskola élén. Mivel telt az augusztus? Ismerkedtek egymással a kollégákkal, milyen fontos feladatok voltak ebben a hónapban? Igen, hát ismerkedtem a lehetőségekkel, ugye elsősorban is felvettem a kapcsolatot a Karcagi Szakképzési Centrummal, akik rengeteg segítséget adtak ahhoz is, hogy egyáltalán megismerjem az iskolát, felkészüljek arra a feladatra, ami majd rám vár, illetve hát nyilván azóta is, tehát folyamatos segítségét igénylem is a centrumnak, de meg is kapom. Tehát az elején ugye egyeztetések, mi lesz a feladatom, hogyan van, miként van az iskolában, és természetesen az intézményt kellett megismernem. Hát itt megismertem az épületet, hogy el kell mondjam, hogy nagyon jó benyomást tett rám, amikor bemegy az ember egész, mert a tantermekbe egész másképp fogadja, mint ahogy kívülről, vagy éppen a folyosókon látszik, hogy mire számíthat. Tehát én úgy gondolom, egy jó karba tartott iskola, ami rengeteg felújítást igényel, de ennek az is látszik, hogy rengeteg sok pályázati forrást fordítottak arra, hogy tényleg tartsák a szintet. És akkor megismerkedni magával az épülettel. Erre jutott legkésőbb időm, tehát nem is tudom, hogy meddig terveztem, amíg végigjárhatjuk az összes termet, és természetesen a kollégákkal. Hát erre ugye elsősorban nevelőtestületi értekezleten, illetve azt megelőzően is volt lehetőség. De hát ugye ami nagyon fontos volt, felvenni a fonalat. Mi a legsürgősebb feladat, hát a tanítnak az előkészítése, és ugye az egyik legfontosabb volt az, hogy a helyetteseket megtaláljam. Tulajdonképpen ez a döntő, hogy az embernek a közvetlen munkatársai valóban tudják-e továbbvinni gördülékenyen a munkát, a feladatokat, ez jó az igazgatónak, jó a nevelőtestületnek. Ki az új vezetőség, kik az új tagok? Igen, hát tulajdonképpen nincs új vezetőség, tehát a igazgató személyében történt változás. Puháné Kati nagy örömünkre azért elvállalta a munkaközösség vezetését a felnőtt képzésben, felnőtt munkaközösségnek a vezetését, azt a hatalmas tapasztalatot, tudást így szerencsére ilyen módon is tudjuk továbbvinni. Hát Veregini Máté Mária, ő az, aki a szakmai igazgató helyettes, általános igazgató helyettes, Vacsar András és Kis Attila gyakorlati oktatás vezető. És nagy szerencsém van, tényleg nagyon jó szakemberek és nagyon jó emberek, akikkel nagyon könnyű volt megtalálni a közös hangot. És hát akkor el kellett ugye indulnunk a tanév irányába, részben a változásoknak megfelelően, amit kellett átalakítani, folyamatban vannak a dokumentumokban. Tehát ez a névnek az átvezetés egy hosszadalmas dolog, ezek mennek, a bélyegző változtatástól kezdve természetesen minden szükséges dolog, ami ezzel együtt jár. És utána megtartottuk az értekezletet, hát a legnagyobb feladat mindig a tantárgyfelosztásnak az elkészítése, hogy meglegyen egy jó tantárgyfelosztás, minden órára be tudjon menni a lehetőség szerint a megfelelő szavos pedagógus. Ezt nagyon remekül megcsinálta igazgatóhelyettes úr, és akkor igazából ez a része rendben volt. Elkészítettük az éves munkatervünket, rendelkezésre álló információnk alapján, hiszen nagyon sok olyan feladat van, amit majd esetleg a diákönkormányzat fog meghatározni, tehát ezekkel majd még bővülni fog.
a tanév helyi rendje benne van, naptári ütemtervet elkészítettük, tehát igazán átnéztük azt, hogy mi vár ránk. A munkaközösségeink elkészítették a munkaterveiket, tehát végig van gondolva az évre, végig, hogy azért tudjuk is tartani ezeket a terveket, illetve azt a ütemtervet, amit meghatároztunk magunknak. Hogyan indult a tanév? Most ezt vegyük ketté. Ugye mondta, hogy már előtte voltak értekezletek. Ugye az nem titok, hogy előtte már bejárnak ugye a pedagógusok. Igen. Augusztus 20-a környéken megélünk az iskola, igen. Igen. Milyen a szaktanári ellátottság az intézményben? Én úgy gondolom, hogy tehát jó a szaktanári ellátottság. Viszonylagosan teljesen nem örülhetünk, 78% körül van, de igazán itt azért azt is el kell mondani, hogy ront ezen az arányon az, hogy ugye vannak olyan kollégák még, akik nyelvvizsga hiányában még nem szerezték meg a diplomát. Tehát én úgy gondolom, hogy nem olyan rossz, és azért igyekszünk tényleg, ha más nem, óradói megbízásokkal ezt a szakos ellátottságot fejleszteni, szinten tartani, vagy tovább fejleszteni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezzel úgy nincs kivívó probléma. A Karcagi Szakképzési Centrum főigazgatójával már készítettünk interjút. Ugye ő elmondta, hogy nagy az együttműködés a Szakképzési Centrum tagintézményei között. Önök hogyan folynak ebbe a munkába bele? Tehát arra gondolok itt, hogy vannak-e áttanítások az egyes intézmények között? Önökhöz járnak-e, illetve önök közül, tehát az ön tanári gárdájából járnak-e áttanítani másik iskolába? Igen, végülis ennek a struktúrának az egyik nagy előnye, hogy ugye intézményen belül azért sokkal jobban lehet ezt szervezni, már pedig a Szakképzési Centrum intézmény, tehát ezen belül jobban lehet koordinálni a munkaerőt, és bizony előfordul az, hogy egy-egy a szakképzésben nem különleges dolog ez, hogy elfogynak a gyerekek, vagy nincs annyi jelentkező bizonyos szakmára, még a kifutók, ők megkapják ugye a megfelelő képzést, illetve ők megkapják a megfelelő képzést, és természetesen velük még foglalkoznak szakemberek, de például, ahol kettő szakembernek is volt munkája, ott lát, hogy csak lefogy az óraszám egyre. Tehát ebben az esetben nagyon nagy segítség ez, hogy a munkatársunknak nem azt kell mondani, hogy hát sajnos le kell venni félállásra, vagy egyéb más ilyen nagyon rossz megoldást alkalmazni, hanem lehetőség van arra, hogy a centrumon belül ott, ahol hiány van, ilyen szakemberbe ott besegítsünk, illetve kisegítsük egymást. Nálunk is van ilyen kollega, akinek sajnos elfogyott nálunk az óraszáma, de sikerült végül is megoldani, úgyhogy például ő a Kunhegyesi Nagy László gimnáziumba tanít át, és így az ő óraszámai meg vannak oldva, illetve nyilván a fogadó iskolának is ez nagyon-nagyon jó dolog, főleg úgy, hogy ismerte is a kollégát már korábban. De nem csak a centrumon belül vannak ilyen áttanítások és segítések, én azt látom, és rögtön erről is informáltak engem a helyetteseim, hogy nagyon jó kapcsolat akarsz egy iskolákkal, és bizony fordulunk egymáshoz, amikor egy-egy óra üresen marad, és akkor szeretnénk megkérni a másik intézmény pedagógusát. Részünkről több pedagógus is segít más iskoláknak, általános iskolának is. Természetesen, hogyha az adott törvényben előírt óraszámait és feladatait teljesíti, örömmel segítjük a többi iskolát is. Tehát benne vagyunk ebben. A diákok számára hogyan indult a tanév? Kezdjük talán azzal, hogy milyen osztályokat indítottak, hány tanuló jár most ebbe az intézménybe, illetve a kérdésem harmadik része majd az lesz, hogy elégedette azzal a létszámmal, akik most felvételt nyertek, vagy önökhöz mentek tanulni. Igen, hát igazából hát elégedettes, hogy mindig több gyereket szeretnék természetesen. De hát igazából, ami nagyon jól sikerült az eladó beiskolázás, két osztályt tudtunk 9. évfolyamon indítani. Sajnos, ami jellemző, itt egyébként 96 9. évfolyamos tanulóval kezdtük meg a tanévet.
És hát sajnos az a probléma, hogy itt még megvan a lelkesedés, a későbbiekben fogynak a diákjaink, és hát igazából a felnőtt képzésben ugye egy gépi forgácsoló, és amíg hiány szakmák állítek elő, vagy nálunk legalábbis nagyon kevés gyermek van, ugye a későbbiekben látszik, hogy az asztalosból, festőből, női szabóból, tehát sajnos lemaradnak a gyerekek, elmaradnak a gyerekek, ezért is nagyon fontos ugye a beiskolázásnak a kérdése. Egyébként 354 tanulóval, hát nem azt mondom, hogy kezdtünk, mert négyel többen voltunk, amikor elkezdtük a tanévet, de 354 a tanulói létszámunk, most ebből 298, aki nappalén, és akkor 56 tanulunk van az esti képzésben, ami legalább ilyen fontos, és hogyha a jövőről beszélünk, akkor az egyik nagy lehetőség az, hogy a felnőtt oktatásban, a felnőtt képzésben előre tudjunk lépni, télen megtaláljuk azokat a szakmákat, ahol fogadóképes kereslet van, illetve ahol megvan a valós igény. Itt is azért nagyon jól látszik, hogy a érettségére felkészítők, akár a szakiskolások szakközépiskolája, illetve az érettségére felkészítő magasabb évfolyamon, ez nagyon-nagyon keresett képzés, oktatás, és igazából azt lehet mondani, hogy a próbálkozások látszanak még. Pénzügyi számvételi ügyintézőben is nagyon jó az estében egyébként, sőt kimagasló a jelentkezés, illetve a odajáróknak az aránya. Hát ugye most a CNC gépkezelő estén, akkor irodatitkár nappalin, tehát vannak olyan dolgok, amik bízunk benne, hogy felfutnak. A visszajelzések alapján szükség lenne rá, illetve közszolgálati ügyintézőt szeretünk volna beindítani, de sajnos csak a törvény ezt nappali munkarendbe teszi lehetővé, nagyon bízunk benne, hogy ez meg fog változni. Tehát vannak ilyen tervünk, látjuk, hogy mi az, ami most egyelőre vannak olyanok, amivel örülünk, hogy el tudtunk indulni, és nagyon bízunk benne, hogy tovább fogjuk tudni fejleszteni. Tehát akkor, bocsánat, el lehet azt mondani, hogy ugye az lett volna még egy fontos kérdés, hogy melyik most a népszerű szakképzés, de akkor azt mondta, hogy például a bolti eladóból két osztályt is tudtak indítani. Mi indokolhatja ezt, hogy ez a népszerű? Hát én úgy gondolom, hogy hát nagyon sok gyerek azért ezt ismeri, ezt a szakmát, ott van, azért ez egy elfogadott szakma. Ugyanakkor hát azt is látni kell, hogy nagyon sok szakmához, tehát mi is tapasztaljuk, hogy egyszerűen nincs kedve a gyerekeknek. Tehát nem, ez szimpatikus, gondolom a szülők számára is ez egy olyan, amit el tudna fogadni a gyermeknek ilyen jövőképként vagy célként, hogy ebben a munkakörben dolgozzon, egyébként valóban el lehet helyezkedni, tehát ez is erősítheti, vagy remélem, hogy ez is indukálja ezt az érdeklődést, és hát bízok benne, hogy valóban is fognak tudni helyezkedni. Nem beszél arról, hogy azért van mindig egy szint, egy alkalmassági szint, amit teljesíteni kell. Tehát azért ezt is figyelembe kell venni, amikor szakmát választanak a gyermeknek, hiszen nagyon sok olyan szakma van, főleg nálunk, ahol bizony komoly egészségügyi előírásoknak, kritériumoknak kell megfelelni. És bizony most is volt olyan fiú, aki igazából nem, tehát nagyon szeretett volna az, és nagyon küzd, hogy visszakerüljön, vagy bekerüljön arra a szakmára, mert sajnos az előírások azok nagyon komolyan kell venni. Azt mondta, hogy ugye soha nem lehetnek elégedettek, mert az a cél, hogy minél több tanulója legyen az intézménynek. Hogyan lehet népszerűsíteni például ezt az intézményt? Ugye ősz van, elkezdődött a tanév, hamarosan Karcagon is lesznek különböző rendezvények, programok, ahol be lehet majd mutatkozni, mire készülnek. Igen, hát a szokásos nyílt napokat decemberben, illetve januárban ezeket az iskola természetesen megrendezi. Nagyon hatásosak ugye azok a tájékoztatók, amikor kimegyünk iskolákba, és ott próbáljuk a diákoknak bemutatni az intézményt, az itt folyó képzést, és hát természetesen részt veszünk ezeken a bőrzéken. Most legutóbbi információm szerint november 26-án lesz Karcagon egy nagyszabásúra tervezett bőrze, amire nyilván készülünk mi is, és akkor a szakmák éjszakája, tehát ezek a szokásos és nagyon jól bevált
formák, illetve rendezvények azok, amelyekre természetesen mi is megyünk. Nagyon fontosak a személyes beszélgetések, tehát egy másik fontos dolog, hogy személyesen, ha vannak érdeklődők, fogadjuk, elmondjuk, hogy hogyan lehet hozzánk bekerülni, milyen szakmákat lehet elsajátítani, tehát ezek a személyes megbeszélések is nagyon-nagyon fontosak. És hát én úgy gondolom, hogy a szokásos formák is ugye nyilván ilyenkor előtérbe jönnek, újságon keresztül hirdetés, honlapon hirdetés, szórólapnak az elkészítése. Pontosan most vagyunk ott, hogy el kell döntenünk, hogy milyen szakmákat szeretnénk indítani, tehát most már majd ez élesbe fordul. Ez egy elég nehéz kérdés, nagyon-nagyon nehéz pontosan felmérni azt, hogy mi is az, ami biztos találat lesz. 100%, hogy felnőtt képzésben nagyon sokat szeretnénk erősíteni, remélem, hogy sikerülni is fog. Tehát akkor elképzelhető, hogy bővül a repertoár, illetve valamit esetleg levesznek majd a palettáról, szakmát is helyébe egy új, esetleg népszerűbb, közkedveltebb kerülhet. Nem vagyok benne biztos, tehát itt ugye azt meg kell néznünk mindig, hogy részben mi az, amire van, igen, részben nekünk a szakember ellátottságunk és a lehetőségeink mit tesznek lehetővé. Olyan nagyon az, hogy mi levegyünk szakmákat magunktól, nem nagyon tartom valószínűnek. Amik most még kisebb elánnal indultak be, bízunk benne, hogy felfut, hiszen az első évek azért meg kell ismerni. Nem beszélve arról, hogy egy szakmának a rangját az is emeli, vagy nagyon-nagyon emeli, hogyha például egy felvételi beszélgetésen vagy a felvétel során ezek a oklevelek, amiket meg kibocsátunk, ezek esetleg tényleg érvényesülhetnek, ez előírt, hanem is kötelező elemként, de előnként megjelennek, ez már nekünk sokat jelent. Úgyhogy bízok benne, és akkor itt az előbb említettem a kiszolgálati ügyintézőt is, bízok benne, hogy nagyon sok olyan most is hivatalban dolgozó szakember van, akinek jó lenne, hogyha szélesednének a repertoárja, a szakmai repertoárja, az ismeretei mélyebbek lennének, és én bízok benne, hogy ha nem nappali képzésben, hanem valóban estiben, vagy más vagy levelezőben sikerülne beindítani, ez mindenképpen ez is jelentene, gondolom, új osztályt. Nem beszélve arról, hogy most pontosan mai napon jár le a jelentkezési határidő a kis és középvállalatok ügyvezetője képzésre lehetett jelentkezni. Bízunk benne, hogy ezek a képzések is, amelyek a látókörünkbe kerülnek, be tudunk kapcsolni. Úgy néz ki, hogy éppen ahogy eljöttem, 18 fő jelentkezett. Nagyon jó képzésnek indul, igen magas nyelvi képzés, magas óraszámmal. Bizony, hogy ez is olyan lett, nem is hallottunk még ugye korábban, hogy ilyen szakmásítva legyen, és akkor bízok benne, hogy ez is majd egy olyan végzettséget ad, ami használható lesz. De tudás biztos, hogy olyat ad, ami használható lesz. Rendezvények tekintetében mire számíthatnak akár a diákok, akár a lakosság ebben a tanévben? Ugye már a szakmák éjszakáját említettük, az tavasszal van, addig mire készülnek még? Hát igen, mégis itt ugye, amint mondtam, az éves munkatervet, naptári ütemtervet összeállítottuk, ebbe benne van a diák önkormányzat, a kollégium, illetve nyilván az iskola egészének szánt programcsomag. Természetesen ennek nagyon komoly része az, és elvárás is, és mi is törekszünk arra, hogy a város rendezvényén is az iskola részt vegyen, kevés újra részt vegyen, és hát nyilván ezek alkotják a gerincet, de a szokásos diáknapok, tehát szalagavató, nyilván Mikulás est, Karácsony est, akár kollégiumban, akár iskolában, ezek a programok, ezek nálunk is megvannak. Én úgy látom, hogy nagyon agilis a diák önkormányzatnak a felnőtt segítője, tehát én bízok benne, hogy azok a programok meg is fognak valósulni. A kollégiumban szintén ezt tapasztaltam, nagyon sok szép új dolgot hallottam, ahogy tájékoztatták, hogy mi mindent csinálnak. Valóban ők is szeretnék azt, szerintem azt a gazdagabb közeget megteremteni, amit távolról ugye elszakadva talán nehezebb is, vagy jobban igényelnek. Tehát ezek a programok ugyanúgy megvannak. Remélem, hogy a látogatottság is olyan lesz a diákok részéről, illetve a nyílt napok, illetve az egyéb rendezvényeink. Hát természetesen van bál,
bízok benne, hogy ezt tudjuk folytatni. Ezek mindig újabb kérdések, amiket évről évre meg kell vizsgálni, hogy tényleg akkor ez hogy sikerült, mint sikerült, de úgy tűnik, hogy a hagyományos programokat, ezeket fogjuk folytatni. Remélem majd még bővül is. Igazgató, köszönjük szépen, hogy ellátogatott hozzánk, megosztotta velünk ezeket a fontos információkat, és természetesen majd visszavárjuk egy következő interjúra, és addig is sikeres tanévet, jó munkát kívánunk itt Karcagon. Nagyon szépen köszönöm. Kedves nézőink, már megköszönöm figyelmüket. Kedves nézőink, most az elmúlt napok fontosabb városi eseményeit összefoglaló karcagi híreink következnek, kérem tartsanak velünk. Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk kint a Tökföldön, és Dr. Fazekas Sándor földrészi miniszter úrral beszélgetünk, miközben mögöttünk zajlik a tökbetakarítás Kis Mihályék földjén. Ahogy kiszálltunk a buszból, sokan mondták, hogy még nem is láttak ennyi területen egyszerre tököt. Hogy tetszik önnek ez a látvány? Örülök annak, hogy a karcagi határban is van ilyen kultúra, hiszen a héj nélküli olajtöknek a termesztése inkább a nyugati határszélre, Őrségre, Vas megyére jellemző. De egy nagyon hálás és megbízható növény, nyilván komoly hozzáértést igényel, és Kis Mihály és családi vállalkozása feldolgozza, ízléses, igényes formába csomagolja a tökmagolajat és más gyógynövényolajokat is. Tehát a teljes termelés, feldolgozás és a kereskedelem is tulajdonképpen egy kézben van, illetve ebbe az irányba igyekszik fejlődni a vállalkozás. Szerintem ez így jön, mert így marad a legtöbb érték a termelőnél, a gazdánál. Látszik azt, hogy itt zajlik a betakarítás, tök szüret. Hát bízom benne, hogy nálunk is kifejlődik az a kultúra, ami nyugaton ráépül, hiszen ott ilyenkor ősszel dekorációként, az üzletek választékában, a sütőtökkel és a díszökökkel együtt egy nagyon komoly piaci kategória. Hetekig, hónapokig tartanak olyan rendezvények, amelyek a tökkel vannak összefüggésben, tökféleségekkel, és ez a gazdák számára megélhetést, a kereskedelem számára bevételt, a turisták számára pedig élményeket jelent. Nem gondolnánk azt, hogy ebből a növényből mennyit ki tudnak hozni Ausztriában, Szlovéniában vagy Németországban. Hát az első lépéseket már mi is megtettük, úgyhogy ez biztató a jövőre nézve. Amíg jöttünk ki a határba a busszal, Kis Mihály tartott egy kis előadást a buszon, és ott elmondta, hogy mi mindenre jó, és mi minden mennyi vitamint és egyéb dolgot tartalmaz a tök, tehát nem is gondolta az ember, hogy egy ilyen hasznos dolog. A tökmagolaj az nagyon egészséges, de maga a mag, illetve hát más tökféleségek is a konyhának szerves részét alkotják, és én örülök annak, hogy az utóbbi években az érdeklődés ebbe az irányba fordult. Régebben még gyerekkoromban ért, hogy sütőtök leves nem is hallottuk, most pedig minden étteremnek a kínálatában ilyen kortály megjelenik, és a tököt is a legkülönfélébb formában, tökmagot, tökmagolajat legkülönfélébb formákba lehet vásárolni. Én bízom benne, hogy ez a választék még bővül az elkövetkező években, hiszen messze nem aknáztuk ki mindezt a lehetőséget, ami ebben a növényben van. És hát az idei év országtortájában is van szerepe a töknek. Hát legyen ez a csattanó, hogy a tök ebben a formában is szerepez jutott. Emlékezetes, hogy a Köles is elérte ezt a szintet, hogy a országtortába bekerüljön, és a tök pedig szintén, a tök és a tök magolaj a sütemények világába is belépett, de elég arra gondolni, hogy például pogácsához is nagyon jól föl lehet használni, és más süteményekhez, süteményféleségekhez. Itt a magyar leleményesség határtalan. Reméljük, hogy sikeres lesz még a karcagi határban, többen is követni fogják Kis Mihály példáját. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen! Kis Mihállyal beszélgettünk, hiszen visszajöttünk a Tökföldről, és itt a diákok is, és a sok érdeklődő megnézhette ezt az üzemet, mi már nem először vagyunk itt, de folyamatában most láthattuk egészen, hogy mi történik. Gondolta, hogy ilyen sikeres lesz ez az üzem? Nem, nem. Ezt így egy szóval tudnám mondani, nem.
Ez az év, amikor pontosan 20 évvel ezelőtt kezdtük el a tök termesztés 2 hektáron, fogalmam sem volt annak idején, 20 évvel ezelőtt, hogy ez ilyen tud, ilyen sikeres is lenni, de próbáltuk komolyan venni, figyeltünk a részletekre, és megpróbáltuk minél mélyebben megismerni magát a növénykultúrát, rájöttünk a termesztési praktikákra, amennyire rá tudtunk jönni, és utána elkezdtünk azon gondolkozni, hogy szeretnénk földolgozni, és akkor így az elhatározásunkat tett követte, és így jutottunk el most ebbe a mai formátumba, szántóföldtől teljesen az asztalig. Itt azért hallgattuk önt a mai nap során, amikor elmondta, hogy minden saját maguk csinálnak meg, hiszen bár 100 hektár az karcagi viszonylatban nagy, de országos viszonylatban minimális, és éppen ezért kell saját erőből gépeket és különböző praktikákat kitalálni. Azt gondolom, hogy akkor ez egy kis kreatív csapat is, aki itt dolgozik önöknél. Igen. Igen, ez a növény is, mint a gyógynövény ágazat is, tehát itt is a gépi technológiák nem igazán állnak rendelkezésre, legalábbis komplexíven, ezért kényszerültünk arra annak idején, hogy elkészítsük a töktolónkat, a tökszárítónkat, és konténereket, konténerszállító pótkocsit készítsünk, mert ezeket készen nem lehet megvásárolni. És így, mivel jó kis csapatunk van, és köszönöm minden kollégának, aki részt vett ennek az elkészítésében, tehát el tudtuk azt érni, hogy teljesen a mi magunk igényeinek megfelelő gépesítéséggel rendelkezik a tökmagbetakarítási üzemünk. Rekord termés lesz, ahogy itt hallottuk öntől, reméljük, hogy sikere is lesz ennek az önök által készült hidegen sajtót, hiszen megtanultuk a szót is, amit hallottunk öntől többször, ennek a hidegen sajtót tök magolajnak, és sok-sok munkát és sok-sok megrendelőt kívánunk önöknek. Nagyon szépen köszönjük, valóban ígéretesnek néz ki a termés, ez az év olyan volt, mint nem tudom másképp fogalmazni, mint gyerekkoromban voltak a nyarak, hisz nem igazán volt hőségreadó, azt hiszem egy volt, esők voltak, és az UVB sugárzás sem volt erős, tehát nagyon kellemes időjárás volt, ezt a növények is maximálisan meghálálták, a tök rendkívül érzékeny az erős sugárzásra, most viszont nem igazán van napfoltos kabak, sem veszteségmentesen be tudjuk takarítani, és felülön ígéretesnek néz ki idáig a töktermés. Ha a természet megenged, hogy be tudjuk takarítani ilyen körülmények között, akkor valóban jó, illetve majdnem rekordtermésre számíthatunk. Köszönjük szépen! Én köszönöm a lehetőséget! Köszöntöm nézőinket a Délinél Kulturális Központban, hamarosan kezdődik egy lakossági fórum, melyen Varga Tamás lesz az egyik előadó, vele beszélgetünk arról, hogy mi is most a határhelyzet. Sokat változott a határon a helyzet az elmúlt évihez képest, ugye tavaly ilyenkor születtek meg azok a döntések, melynek alapján létrejött a 3-as védővonal, a biztonsági védvonal, magyarul a kerítés, mögötte az élőerős védekezés, amelyre a parlamenti felhatalmazás alapján a katonáknak is jogosultságok van, és közös rendőri és katonai járőr teljesít szolgálatot ma is a határon, és köszönjük a rendőröknek, katonáknak áldozatos szolgálatokat minden nap, hiszen ha nem látjuk, akkor is ők védik hazánkat, védik biztonságunkat. És ugye a jogi védelem egy éve a magyar határon, a magyar szerb és a magyar-horvát határon elmondhatjuk, hogy nyugalom van. Azoknak a bevándorlóknak a száma, akik a kerítés megrongálásával szeretnének átjönni, jelentősen lecsökkent. De ez nem jelenti azt, hogy megnyugodhatunk, hátradőlhetünk, és vehetünk egy nagy levegőt, hogy megcselekítünk, amit megkövetelt a haza, hiszen nagyon-nagyon sok, több tízezer bevándorló és migránstól torlódott fel már Görögországban, Macedóniában és Szerbiában is. A bolgár-török határon is védekezünk, tehát mindent meg kell tennünk a jövőben is, és még ott vannak mögötte azokban az országokban, ahol itt a bevándorlók érkeztek több milliónyi ember, aki bármikor felkerekedhet. Ön honvédelmi miniszter helyettesként azért jobban rálát ezekre a dolgokra, és mindazokra, amelyek intézkedéseket gyorsan meg kell tenni, és ha cselekedni kell, akkor itt azonnal kell lépni. Hogyan látja most, mi a legfontosabb lépés? A legfontosabb teendőnk most az, ami előttünk van. Nincs 2 hét, október 2-ig,
amikor mindannyian tehetünk valamit. A magyar katonák és a magyar rendőrök szolgáltat teljesítenek a határon, de minden magyar állampolgárnak most nyílik egy lehetősége, hogy ő is tegyen egy lépést, tegyen valamit a haza megvédéséért, és ez pedig a népszavazás intézménye, amely nemet mondhat arra az őrült tervre, ami most a másik oldalról fenyeget minket. Délről úgy tűnik, hogy jelen pillanatban, ahogy beszéltünk róla, nyugalom van, de a másik oldalról fenyeget minket az, amint egy 1,5 millió bevándorló, aki részben Magyarországon áthaladva Európába érkezett, és a brüsszeli tervek szerint kötelező elosztási kvótarendszer alapján kerülne az Európai Unió országaiba, és ne legyen kétségünk, minden ország, ha ez a döntés megszületik, kényszer betelepítéssel célpont lesz, és nem csak az ország, hanem a falvaink, a városaink, az utcáink és a tereink, mint ahogy ez Berlinben megtörtént, ahol a polgármester a kormány utasítására kénytelen volt kiköltöztetni embereket nagyobb lakásokból azért, hogy a bevándorlókat oda betelepítsék. Ez a feladatunk, tehát október 2-án, hogy erre nemet mondjunk, és az a kérésünk, hogy mindenki tegye meg ezt az egy kis tolvonást, amellyel a nem mellett az X-et behúzza, és áldozza rá ezt a 15 percet október 2-án, hogy elmegy szavazni. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen! Kovács Sándor, a Jászlókonszolnok megye közgyűlés elnökével beszélgetünk itt a fórum előtt. Itt miniszterhelyettes úr már elmondta, hogy mi a tétje az október 2-ai választásoknak. Ön hogyan foglalná össze a legfontosabbakat? Miért kell elmennie a karcagiaknak? Én azt gondoltam, hogy az én életem már olyan lesz, hogy nem kell történelmi léptékű döntéseket meghozni. De azt gondolom, hogy ez a népszavazás meg fogja határozni nem csak a mi életünket, hanem az utánunk következő több generáció életét is. Most tudunk arról dönteni, hogy milyen lesz Európa, milyen lesz Magyarország. Megmarad-e Magyarország és Európa olyannak, amiket akár 1000 év alatt az őseink felépítettek, keresztény és magyar Magyarország, vagy egy teljesen új világ, amit már sokan látnak akár a nyugat-európai nagyvárosokban, hogy egy multikulturális bűnözéssel, radikális iszlámmal, vagy olyan helyzet, ami akár itt a határainktól nem messze látható, vagy ezek a menekültáborokkal. Én azt gondolom, hogy most dönthetünk arról, hogy milyen jövőt hagyunk a gyermekeinknek, unokáinknak, és dönthetünk arról, hogy nekünk milyen életünk lesz az elkövetkező években. Tehát sajnos elérkezett az az idő, hogy történelmi döntést és történelmi súlyú döntést kell hoznunk október 2-án vasárnap. És én azt gondolom, hogy van olyan élet a karcagi ember és a magyar ember, hogy a helyes döntést meg tudja hozni, el tudja dönteni, hogy kivel akar élni, és el tudja dönteni, hogy milyen országot szeretne. Én azt gondolom, hogy ez a tétje és egy nagyon-nagyon fontos tétje van ennek a népszavazásnak. Köszönjük szépen! És köszönöm a lehetőséget! A Városházán dr. Fazekas Attila, a Kummediátor Kft. Felszámoló biztosa tartott szeptember 7-én tájékoztatót. Mint ismert, a Kummediátor vezetőjét, Dobrai Sándornét már több mint egy éve keresi a rendőrség, és 2016. június 24-én a fővárosi törvényszék elrendelte a cég felszámolását is. Innentől 40 napja volt a károsultaknak, hogy a Kummediátor Kft. Felszámolás alatt adós vonatkozásában beadják behajthatatlansági nyilatkozat iránti kérelmüket, és befizessék a nyilatkozat kiállítására vonatkozó 2540 forintot. Mint a tájékoztatón dr. Fazekas Attila elmondta, ezt a fenti határidőig a 800 károsultból csak 94-en tették meg, az ő követelésük 2 milliárd forint. Szerdán őket hívták össze a Városházára, ahol a felszámoló biztos elmondta, jelenlegi ismeretei alapján, hiszen a rendőrség nagyon szűkszavú ezügyben, az elmúlt egy év alatt a Kft-től és a körözés alatt álló tulajdonosától a lefoglalt és rendőrségi zár alá vételben lévő vagyon értéke még a felszámolási költségeket sem fedezi.
Az alkalmazottak esetében azonban most annyi előrelépés történt, hogy a munkaviszonyukat lezárták, az erről szóló papírjaikat a napokban megkapják, a ki nem fizetett munkabéreket pedig az állami bérgarancia alapból a felszámoló megigényelte, így ezt is hamarosan megkapják az érintettek. A jelenlévő kérdéseikre is válaszolt a felszámoló biztos, így arra, hogy aki még szeretné benyújtani behajthatatlansági igényét, annak a június 24-i felszámolás kezdetétől 180 napig van lehetősége. A megjelentek többsége egyetértett azzal is, hogy alakuljon a károsultak egy részét képviselő dr. Dobros István ügyvéd tagságával és Vágó Viktor vezetésével egy ötfős hitelezői választmány, amely a kumediátor eltitkolt vagyonának felkutatását is célul tűzte ki. A választmánygyűlés összehívásának az alapvetően aképpen fogalmazza meg a jogszabály, hogy a felszámolónak tájékoztatni kell a hitelezőket a felszámolás jelenlegi állásáról. Ezt röviden most meg is tenném, mert csak röviden tudok erről beszélni. Nyilvánvalóan mindannyian tudják, hiszen tanúként kihallgatásra kerültek a Szolnok megyei rendőrfőkapitányságnak, tehát mindannyian tudják, hogy nem is párhuzamosan, de több mint egy éve büntetőeljárást indítottak az ügyvezető ellen, és büntetőeljárást indítottak a jogi személy, tehát a Kummediátor Kft. Ellen is. Az elmúlt egy év alatt gyakorlatilag a Kft. Összes vagyonát lefoglalták, illetve zár alá vették. Tehát gyakorlatilag a felszámoló a TOK körébe tartozó értékesíthető vagyontárgya gyakorlatban nincs. Elméleti a vita, hogy a Kft. Vagyonának az értékesítése, ahogy párhuzamosan folyik ez a büntetőeljárás feladata vagy sem, áttanulmányozva az ezzel kapcsolatos bírói gyakorlatot, egyrészt azt kell mondanom, hogy kevés a közzétett jogeset ezzel kapcsolatosan, és ami van, az is alapvetően arra vonatkozik, hogy a zárolt vagyon feloldására a büntetőeljárás befejezését megelőzően felszámolásra való hivatkozással gyakorlatilag én nem találtam példát. Ettől függetlenül nyilván meg fogom keresni a Szolnok megyei rendőrfőkapitányságot, mert bankszámlán, illetve lefoglalva különböző vagyontárgyak felelhetőek, de jelen pillanatban a felszámolás költségeinek a fedezetére sem áll rendelkezésre vagyon. Ennek megfelelően igazából a felszámoló még nyitó mérleget sem tudott készíteni. Ami nyilvántartásokból és a Kft. Alkalmazottainak, illetve kisebbségi tulajdonosának a beszámolóiból kiderül, ezek vagyonelemeket lehetett számításba venni. Ezek a vagyonelemek mind, amit megnevesítettek, még egyszer mondom, a rendőrség foglalásában, illetve zárolá vételében vannak. Ezért jelen pillanatban ez idáig, ami felszámoló részéről tevékenység végezhető volt, az nyilvánvalóan el kellett rendezni a Kummediátor Kft. Alkalmazottainak a munkajogviszonyát és az erre vonatkozó jogi szabályozást szerint azt a ki nem fizetett munkabért, amely őnekik jogszerűen jár,
és a vonatkozó jogi szabályozás lehetővé tesz ezt a állami bérgarancia alapból megigényelt viszonylag hosszabb folyamatról van szó, mind a hitelező igények, mind pedig a munkabér követelés, illetve az ezzel kapcsolatos jogviszonyok pontosítása huzamosabb időt vesz igénybe a szokásosnál, egyszerűen azért, mert rendelkezésünkre irat nem áll, rendőrség lefoglalta ezeket az iratokat, és hát a munkájuk akadályoztatása vagy akadályozása nélkül rendkívül nehéz ezen iratokba betekinteni. Folyik az egyeztetés, illetve megkerestem az ügy előadóját, és nyilván fénymásolatok kiadása előbb-utóbb megtörténhet, azonban kérdéses, hogy az is kinek a költségén hogy fog történni, tehát ezért húzódnak ezen folyamatok. Azonban a dolgozók munkaviszonyának a végére pontot tettünk, és gyakorlatilag ezzel lezárul. A felszámolás feladata alapvetően ugye abban határozandó, vagy határozza meg a csőttörvény, hogy az adott gazdasági társaság vagyonát értékesíti, a befolyt vételárat pedig a csőttörvényben meghatározottak szerint osztja fel a hitelező között. Abban az esetben, ha akár a vagyon, akár pedig, tehát a vagyon hiány, illetve az iratok hiánya akadályozza az egyébként normális mederben folyó felszámolási eljárás lefolytatását, tehát ezen okok fennállta esetén egyszerűsített felszámolásra tesz és tett javaslatot a felszámoló. Jelen pillanatban ennyit tudok önöknek elmondani. Mindenkinek az egyéni kérdésére, amit ő foglalkoztatja, nagyon szívesen válaszolok. Jelen pillanatban a Kunmediátor Kft. Vagyoni helyzete ez. Még egyszer mondom, gyakorlatilag a felszámolási költségek fedezetére sem igen van kellene. Köszöntöm nézőinket, Jelen József főnagy úrral beszélgetünk, a Karcagi Rendőrkapitányság közlekedés rendészeti osztályának osztályvezetőjével. Egy helyszíni ellenőrzésen vagyunk, hiszen van egy akciósorozat országszerte. Mi is ez pontosan? Az országos tiszpolterv alapján hajtunk végre fogadott ellenőrzést. Az elős célja a passzív biztonsági eszközök használatának az ellenőrzése. Ebbe tartozik a biztonságőv, gyermekbiztonsági rendszerek és a becsatolt bukósoknak a használata. Itt mi már az első nap délután beszélgetünk, ez az akció a héten 3 napon át tart. Mik a tapasztalatok az első fél napról? Nagyon pozitív tapasztalataink vannak, hála Istennek. Úgy néz ki, hogy Karcag városából az ellenőrzést tartjuk, jogkövetőek a közlekedők. Minimális esetben kellett intézkedés alá vonnunk járművezetőket. Ilyenkor most ez szabálysértésnek minősül, vagy csak figyelmeztetésnek, hiszen szokott lenni azért olyan akció is a rendőrségnek, amikor nem a büntetés a cél, hanem a nevelési célzat. Jelenleg itt is az lenne a célunk, hogy bekövetkezett balesetek során annak a kimenetelét, tehát a súlyosságát csökkentjük, mert azért egyértelmű, hogy a biztonsági rendszerek jelentősen csökkentik a balesetek, a sérülésnek a kimenetelét. Visszatérve az alapkérdésre, nem célunk a büntetés, viszont a jelenleg hatályos normák alapján ez a szabálysértés, ez fix bírsággal büntetendő, lakotelten belül 10 000 forint, lakotelten kívül 15 000 forint, és gyakorlatilag a kollégáimnak nincs lehetősége mérlegelni. Tehát ezt az összeget kell kiszabni mind a járművetőre, mind az utasára is. Itt most két csoportban vannak kint, hiszen ön van itt az első helyen, és akkor vannak hátrább kollégák a megállító helyen. Hogyan tudják bizonyítani, hogy valaki szabálytalanságot követett el?
Pontosan nagyon jó a kérdés, hogy a későbbi viták elkerülése véget, videófelvétel készül minden jogsértésről. Amennyiben valaki nem ért egyet a elkövetett jogsértésre, megtekinteti a videófelvételt, egyértelmű, hogy a viták elkerülhetőek. Most a bírságot a helyszínen ki kell fizetni, vagy esetleg csekket kapnak az autósok, és azt is mondjuk el, hogy úgy tudom, hogy nem csak az autósok fizetnek, hanem mindenki, aki az autóban ül és nincs bekötve az öve. Igen, gyakorlatilag a eljárás alá vont személyek kapnak a helyszínen egy csekket, amire 30 napjuk áll, hogy azt befizessék, és gyakorlatilag minden jogsértő, tehát ha utas nem csatolta be az övét, akkor amennyiben a joghatás alá tartozik, tehát felnőtt korú, egyéb feltétel megfelel, tehát ő külön kapja a bírságot, tehát nem a járművet ő fog felelni. A járművet ő egyedül a gyermekeiért felel, illetve a gyermeket szállít. Mondjuk el azért, hogy mit kell betartani, hiszen itt azért a városban járva, akik láthatunk olyat, azért, hogy gyerekeket elsülése beültetnek a szülők, mert beszaladnak érte az iskolába. Mennyire veszélyes ez? És azon kívül, hogy tilos? Mint mondtam, pozitív a tapasztalunk, egyre kevesebb ilyen dolog van, de sajnos még mindig vannak ilyen jelenségek, hogy sem magukkal nem törődnek előképpen a járműtők, sem a gyermekeikkel. Tehát gyermekének adjuk meg azt a lehetőséget azért, hogy egy gyerekbiztonsági rendszerbe kötjük be, és hogyha baleset történik, ez őket meg fogja védeni. Itt, ahol állunk a déli temetőhöz, nem messze volt már motoros baleset is, halálos baleset. Itt az előbb említette egy félmondata, hogy a motorosokra is kiterjed ez az ellenőrzés. Ott mit néznek? Gyakorlatilag a biztonsági rendszert adjuk a becsatolt bukósrak is. Ugye most vagyunk a nyár végén, de még jó idő van, és elharapódott az a szokás, hogy fölveszik ugyan a bukósokat a motorosok, de nem csatolják be. Viszont ez egy baleset során gyakorlatilag majdnem olyan, mintha nem is lenne a fejükön, mert gyakorlatilag lerepül a fejükről, és azt a védő funkciót, amire hivatott, azt nem fogja tudni ellátni. Tehát ez úgy működik, hogyha be is van csatolva. Akkor reméljük, hogy a következő két napban is ugyanilyenek lesznek a tapasztalatok, hogy mindenki betartja a szabályokat a saját és utastársa érdekében. Igen. Én is erre biztatok mindenkit, hogy ne csak azért, mert mi itt vagyunk, hanem a saját, illetve a gyerekei érdekében is használják a biztonsági rendszereket, amivel a jármű föl van szerelve. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen! És akkor Vivi mióta kertészkedik? Hát tavaly kezdte. Tavaly kezdte? Igen, végülis az óvodába. Tetszett meg neki, a szimovodába járt, igen, tudom, és hogy ott is kertészkedtek, meg beneveztek, és akkor úgy jött haza onnan, hogy szeretne egy szép kertet, és akkor azóta végül is tavaly is beneveztük a versenybe, és most is szeretett volna, csak most kicsit nagyobb kertel. De sikerült neki nagyobb kertet csinálni, sikerült, igen. Itt szedjük le, bár úgy, hát, még ezt művelni segítek kell neked? Ezt a talajt. Hát igen, nehéz, ez egy nagy kertet, Pivi, mindig nehéz megművelni. Ez még nem akar lejönni, ez még lehet, hogy nem érett meg annyira, látod? És akkor a kis testvérét is rávette erre, vagy Tomi magát? Tominak megtetszett, igen. Látta, hogy tesó kertészkedik, és akkor Tomi is mondta, hogy ő is szeretné. És akkor így végül ő is szeretett volna egy kis kertet, és akkor ő is egy gumiba szórt el magukat, és végül is kikelt, tehát szerencséje volt. És egyébként mennyire kér segítséget, vagy mennyire önálló? Vivi? Hát végül is tudja, tehát önálló megcsinál, de segíts, tehát nyilván egy ekkora kertet nem tud egyedül megművelni, tehát soha segítség szedjünk. Kell neki. Soha az ásást szedjünk. Azt mi csináljuk, de egyébként tehát kapálás, locsolás az nagyon megy mind a kettőnek, tehát Tominak is az a kedvenc részük az egészben. És hogy mi legyen vetve, azt kidöntötte. Vivien tavaly nyert egy 5000 forintos utalványt, és akkor bementünk a boltba, és akkor mondta, hogy arra költi, amire szeretné, úgyhogy vett locsolókannát, akkor kerti, milyen kis kesztyűt, akkor mit vettél? És vetőmagokat. Uh-huh. És ő mondta, hogy akkor répát szeretnék, akkor nem is tudom, miket vásárolt még, zöldségtől kezdve mindent. Székáig minden. Igen, aha. Igen. És egyébként szeretik, tehát meg is esik, de kijönnek. Meg, igen. Már hát nem minden, de megkóstolnak mindent, tehát amit felszedünk. Nézd, az is mekkora. És akkor a paradicsomból készül, mert rengeteg van, abból készül majd valami. Elfogyasztjuk és elajándékozzuk egyébként a rokonoknak. Túl sok már. Bizony. És akkor jövőre, meg gondolom beszélgettek erről is, hogy mit szeretne mi. Igen, hát gondolkodik ezen a nagyobb kerten, hogy legyen-e vagy nem. Olyan.
de majd látjuk, tehát egy kisebb kertel mindenképpen. És te hanyadikos? Másodikos lesz most. Nagyon szereti egyébként csinálni, és csak hát nem olyan szó, nagy szószátyát. És mi a kedvences? Mármint... Hát az epert szerette nagyon. Azon is volt egy pár szem. Bogár, azt láttam. Paradicsomot is nagyon szereti. Hát végül is ezeket inkább. Meg a retket. Azt is megkóstolta. És úgy tudom, hogy egy kis füzetet is készít erről az egészről, ez most is így van. Igen, most is készítünk, rengeteg képet készítettünk, írja hozzá a megfigyeléseit, úgyhogy most is kap majd Szilvia egy könyvet hamarosan. Tavaly itt is őrzöm. Ez egész gyűjtemény lesz belőle lassan. És ez az ő ötlete volt, tehát ezt ő kezdte, mi ezt, hogy Anya? Hát végül is... Beszéltük, hogy tehát az, hogy kétszer megnézik a kertet, hogy annyi, sok mindent nem lehet annyi idő alatt megmutatni, és hogy mondtam neki, hogy mindig fényképezem, hogy mit csinál végig, hogy tényleg csinálja meg, gondozza a kertjét, és utána ő mondta, hogy miért nem ragasztjuk bele egy füzetbe, és akkor mondtam neki, hogy akkor írjon is hozzá egy pár szót, hogy végül is lássuk, hogy miből mi lett, mert például a paradicsomot is lefényképeztük, mikor ennyi volt, és most meg már meg lehet nézni, hogy milyen hatalmas. Hát túlzárnyolt a Vivit is a paradicsom, úgyhogy sikerült szép nagyra nevelned, Vivikém, a paradicsomodat, gyönyörű lett. Jaj, igazán büszke lett erre a szép kertre. Köszönjük szépen. Anyám, milyen sok? Igen, azt le is szedheted, jó? Letedheted, innen néz, csak innen beérsz. Másztad a beljebb és szedjed le mindet. Vivi, hogy ezt mindet tőled kaptam, Vivike. Egy kötet. Egy kötet lett. Anyám, érjük fel! Ez az én kert. Kedves nézőink, most Háttér című magazin műsorunk következik, melyben bemutatunk Önöknek egy újabb díjazottat, aki kitüntetésben részesült augusztus 20-a alkalmából. Mai vendégünk Bene Sándor, emeritus nagykunkapitány, aki Karcagért emlékérmet vehetett át. Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk Bene Sándor emeritus nagykunkapitány, aki augusztus 19-én Városházán ünnepélyes keretek között Karcagért emlékérmet vehetett át. Szeretettel köszöntöm stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm szépen, hogy itt lehetek. Szívből gratulálunk először is ehhez az elismeréshez, kitüntetéshez. Meséljen nekünk egy picit erről a díjátadóról. Azt ugye már elmondtam, hogy augusztus 19-én zajlott, mégis milyen volt ez a nap az Ön számára? Hogyan élte meg? Nagyon nagy öröm számomra, hogy megkaphattam ezt a díjat. Azt gondolom, hogy az, amikor egy helyi társadalom, illetve egy helyi vezetőség egy díjjal jutalmazza azt, aki igyekszik tevékenykedni egy helyi kultúráért, az mindig a legnagyobb elismerés, illetve a legnagyobb dolog. Úgyhogy ezért is nagyon boldog vagyok és örülök ennek a díjnak. 19-én lett átadva a díj az ünnepi önkormányzati ülés keretein belül. Azt gondolom, hogy egy nagyon szép és felemelő program volt. Budapestről érkeztek színházból egy előadó társulat, akik nagyon emlékezetes programot adtak az ott lévőknek, a közönségnek, és ennek az ünnepségnek a keretén belül lettek átadva a díjak is, és akkor én a Karcagért emlékérmet kaphattam meg, amit a Györfi Sándor szobrászművész készített el. Tudott előre arról, hogy egy kitüntetést fog átvenni, vagy egyáltalán mikor értesült róla, hogyan? Néhány héttel a díjátadása előtt a polgármesteri hivatal levélben értesített bennünket, és hát nagyon meglepődtem, de egyben örültem is neki, és utána néhány héttel pedig le is zajlott az átadó ceremónia. Azt lehet mondani, ugye ilyenkor, amikor az ember így átgondolja, hogy miért is kaphat, vagy kaphatott egy ilyen díjat, hogy a munka meghozza gyümölcsét?
mindenképpen meghozza gyümölcsét. A 90-es évek elején csöppentem be a lovas életbe, illetve a lovas hagyományőrzésbe. A rendszerváltás után a család vásárolt egy tanyát a Kunhegyesi úton, és ott állatokat, marhát, lovat, sertést, juhot tartottunk, ilyen kis gazdasági szinten, egy családi gazdaság keretei belül, és akkor ott kerültem kapcsolatba a lovakkal, majd a lovas hagyományőrzéssel. A 90-es évek elején, amikor Karcagon meg lett szervezve az első arató felvonulás, a nővéremmel még a paraszszekér derékba ücsörögtünk kisgyerekként, és akkor még a nagyapám hajtotta a szekeret, és akkor utána elkezdtünk lovagolni, kaptam egy íjat, belecsöppentem a honfoglaláskori lovas hagyományőrző mozgalomba. Ugye egy filmben is szerepelt, nem tudom, hogy akkor bizonyára igen, sokan 90, emlékeznek még rá. 95-ben forgatták réges-régen a honfoglalás című filmet, amit 96-ban a Millecentenárium tiszteletére is emlékére vetítettek országszerte. Ezt hogyan élte meg akkoriban egyébként? Tehát akkor, ugye középiskolás volt, hogyha jól emlékszem, igen. Tehát akkor hogyan élte meg, és most hogy gondol mindenre vissza? Igen, hát nagyon, nagyon nagy élmény volt. 16 éves gyerekként belecsöppenni egy ilyen filmes világba. Maradandó emlékeket okozott ez is. Nem csak azért, mert egy hónapot kikértek a gimnáziumból, az iskolából, hanem azért, mert tényleg olyan színészekkel tudtam találkozni, akiket egyébként csak a tévéből, illetve a médiából ismerhetett az ember, és akkor ott kész közelbe voltunk egymáshoz, nagy élményt nyújtott, illetve ez is erősítette azt, hogy a honfoglaláskori hagyományőrző mozgalomban igyekezzünk kiteljesedni, illetve egy csapatot létrehozni. Tehát ez a film is egy nagy lökést adott ehhez. És beszéljünk már még egy picit, bocsánat, erről a filmről, hogy ugye azt mondta, hogy nagyon nagy színészekkel találkozott, vagy találkozhatott ez alatt az egy hónap alatt. Hogyan fogadták önt, hogyan kezelték partnerként, vagy segítették esetleg, mert ugye azért egy filmforgatáson részt venni, hát gyakorlatilag tinédzserként lehet azt mondani, csöppente be bele, igazából olyankor se tudja az ember, hogy mit és hogyan kell csinálnia. Igen, volt egy válogató a film forgatása előtt, és ott néhány jelölt közül engem választottak ki, valószínűleg hogy a lovas tudásom miatt. Tehát 16 évesen, hál' Istennek, itt a karcagi lovas edzőknek, illetve gondolom azért a szorgalomnak is köszönhetőnek egy olyan lovaglási tudásra tettem szert, ami ott kielégítő volt ennek a filmes stábnak, illetve elegendő volt ahhoz, hogy az ifjú Árpád szerepét le lehessen lovagolni, úgymond. És tényleg egy olyan közeg volt, ahol nagyon jó volt dolgozni az ottani színészekkel, illetve a stábbal. Mindenki rendkívül közvetlen és segítőkész volt. Tehát tényleg, ha bármilyen problémája, nehézsége volt az embernek, akkor jöttek oda a legnagyobb színészek is, akár is tápolgatták az embert, és hát szükség is volt rá, mert azért 16 évesen becsöppenni egy olyan közegbe, ahol nem járt még az ember, és úgy teljesíteni azért nem volt túl egyszerű dolog, illetve mindenképp egy olyan környezet volt, ami nem megszokott, és emiatt a kihívások azért tornyosultak előttem. Hogyha mostanában, bár azért, mert az embernek ilyen korban hány éves most egészen pontosan, ugye férfitől meg lehet kérdezni. Hát azt szoktam mondani, hogy 20 múltam, ami igaz is. Hát 79-ben születtem. Tehát akkor 37 éves. 30 ugye ilyenkor már azért az ember nem nagyon köt, vagy nem az, hogy nem nagyon köt, hanem egyre kevesebb új ismerettséget köt, ugye, mert van egy kialakult ismerettségi köre, de amikor mondjuk új ismerettségeket köt, akkor szóba kerül még ez az annói egykori film szereplése, vagy van, aki mondja, hogy valahonnan olyan ismerős maga nekem. Igen, előfordul, tehát régen volt amikor a honfoglalás filmet készítették 20 éve, de azért nyomokat hagy, azt lehet mondani. Tehát több rendezvényen, ahova elkerülünk, meghívást kapunk a Pusztai Róka Nomád Hagyományőrző Egyesülettel.
ott a helyiek szeretik hangoztatni, akár mikrofonba is. Most idén például voltunk a Kurultájon, Bugacon. Hát azt lehet mondani, hogy sokat gyára, tehát minden évben visszatérünk erre a nagy hagyományőrző rendezvényre, és ott is például aki konferálta a programot, tehát ő is elővette, hogy 20 éve volt ez a honfoglalás című film, és hát az ifjú Árpád, aki benne szerepelt, ő most itt lovagol önök előtt, tehát úgy szeretnek visszatérni, és hát azt gondolom, hogy úgy meg is jegyezték az emberek, hogy sokan. Ugye azt mondta, hogy már ebbe a filmbe úgy csöppent bele, hogy tudott lovagolni, utána belekezdett abba, hogy ugye ez a honfoglalás korabeli lovas hagyományoknak az ápolása egyre jobban felkeltette az érdeklődését. Ez egészen odáig fajult, hogy létrehoztak erre egy egyesületet. Így van, 2004-ben alakítottuk meg a Pusztai Róka Nomád Hagyományozó Egyesületet. A Pusztai Róka név az onnan származik a csapat számára, hogy a kazak, illetve kun nyelvben a Pusztai Rókát jelenti a karcagvárosnak az elnevezése. És hát ez tényleg nagyon érdekes, amikor kint voltunk Kazaksztánban, akkor is úgy szembesültünk vele, illetve szembesítettek vele az ottani kazak ismerősök, barátok, hogy az ő nyelvükben még mindig a korszak szó az a Pusztai Rókát jelenti, ami a vörös rókánál egy kisebb méretű szürke állatka, és végül is egy totem állatként szerepelhetett, azért is kaphatta meg egy város ezt a nevet. Ugye 96-ban akkor jelent meg ez a film, 2004-ben hozták létre az egyesületet. Mi történt a köztelévő időben? Ismerkedtek ezzel a régi hagyománnyal, vagy már elkezdték, tehát akkor már megfogalmazódott az, hogy egy ilyen csoportot kellene létrehozni. Hogyan ismerkedett meg azokkal az emberekkel, akivel gyakorlatilag, akikkel létrehozták ezt az egyesületet, és milyen indítatásból? Igen, azt lehet mondani, hogy felkészülési idő zajlott ebben a 8 évben. Tehát a honfoglalás film volt egy olyan indíték, ami kapcsán megindultam ezen az úton, és akkor nyilván az ember gyakorol, készül arra, hogy lovasíjász legyen, próbál minél több információt és tudásanyagot felhalmozni. Eljártam különböző csapatokhoz, ahol lehetett tanulni. A Kassai Lovasíjász Iskolának tagja lettem, tehát próbáltam a lovasíjászatot minél jobban, lovasíjász tudást minél jobban elsajátítani, elmélyíteni, és közben már megfogalmazódott az az igény, hogy jó lenne, ha Karcagon ki tudnánk alakítani egy ilyen honfoglaláskori hagyományőrző közösséget, és elkezdtünk mozgolódni, illetve nem is csapattársakat keresni, csak mivel felmerült az igény, ezért voltak olyan helyi lovasok, akik igyekeztek ehhez a mozgalomhoz csatlakozni. És hát el lehet mondani, hogy azóta is itt vannak közöttünk azok az alapítótagok, akik 2004-ben csatlakoztak, illetve akikkel együtt létrehoztuk az egyesületet, és utána viszont kibővült ez a tevékenység, illetve a csapatnak a köre. Tehát most elmondhatjuk azt, hogy van egy alföldi szárnya a Pusztai Róka csapatnak, ami karcagi központtal működik, de Kisújszállásról, Kunhegyesről is vannak csapattársaink, illetve úgy hozta az élet, hogy van egy másik része a csapatnak, ők a Dunakanyarban élnek, Pomás-Szentendre és Budakalász városokban, és így alkot egységet ez a csapat, körülbelül egy 25 fős tagsággal tudunk számolni, aminek a zöme az lovas, és ami nagy öröm a csapat számára, illetve nagy büszkeség is, hogy szinte minden csapattag saját lóval rendelkezik, és mindenki tartja egész éven át a lovát, ami egy nagyon felelősségteljes munka. Tehát megköveteli a ló azt, hogy éjjel-nappal gondoskodjon róla a gazdája, és ez már feltételez egy olyan komolyságot, ami
biztosítja azt, hogy egy ilyen csapatnak oszlopos tagja legyen valaki? Ugye az, hogy létrehozzanak egy egyesületet, ha ez meg is történik, az még nem jelenti azt, hogy utána ugye meghívások érkeznek majd egy egyesülethez. Hogyan indult el gyakorlatilag ez a bemutatózás, és hogyan fejlődött odáig, hogy ugye manapság már arról tud nekünk beszámolni, hogy mi külföldre is hívják Önöket bemutatózni? Igen, így 12 év, vagy több mint 10 év távlatában az az igaz, hogy nem is tudnám megmondani pontosan, hogy melyik volt az első lovas bemutatónk, de talán itt Karcagon lehetett az, a Szélmalmi fogadóházba. Még valamikor azt hiszem, hogy a 90-es évek végén, amikor tartottunk egy kis bemutatót egy helyi rendezvény kapcsán, ez végül is még egy családi vállalkozásként volt felfogható, mert a sógorommal, nővéremmel tartottuk ezt a lovas bemutatót, és ezt a lovas bemutatót látta például a Balogh Péter nagykörűi csapattársunk, aki a 90-es években már csatlakozott ehhez a mozgalomhoz, és azóta is itt van. Tehát ő meglátta ott ezt a bemutatót, akkor még nem is ismertük egymást, oda jött beszélgetni, és itt ragadt. És azt lehet mondani, hogy ő az egyik oszlopos tagja, illetve vezetője, elnökségi tagja is ennek az egyesületnek. Tehát elindult itt valamikor Karcagon egy bemutatóval ez a honfoglaláskori hagyományőrzési mozgalom, és utána felfigyeltek szervezők rá, és egyre jobban kezdett szélesedni a kör, ahova eljárunk programot adni. Tehát magyarul nem kellett marketingelni gyakorlatilag magukat, hanem ugye volt egy bemutató, és utána már azt lehet mondani, hogy szájhagyomány útján terjedt. Így van, azt lehet mondani, hogy megtalálnak bennünket a szervezők. Csináltunk egyébként egy térképet néhány éve, ami mutatja azt, hogy milyen településeken voltunk már lovas bemutatóval. Sok tucat, úgy tudom, hogy egy ilyen 60-70 településen jártunk a Tiszántúlon, tehát a Tiszától keletre lévő kismagyarországi ország rész azt elég jól megvan úgymond hódítva, viszont és a Tisza és a Duna közén is voltunk elég sok helyen, viszont a Dunántúlon azt lehet mondani, hogy nem is szerepeltünk még önálló produkcióval. De ennek az az oka, hogy a szállítási költségek már olyan nagyok, mivel lovakat kell szállítani lószállító kamionnal, hogy ott már a szervezőknek nem árérték arányban nem éri meg odavinni innen egy csapatot. Illetve ezt se lehet mondani, mert most megtört a jég idén. A Győrben voltunk egy rendezvényen, 9 lovat szállítottunk oda, Szent László napi hagyományőrző rendezvény volt, ahol tartottunk egy bemutatót, és hát kérték, hogy majd jövőre is vegyünk részt a rendezvényen. Hát elég sok helyre el tudtunk már jutni határon belül, illetve voltak határon túli felkérések. Erdélyben nagyon sok helyen látták már a lovasharci bemutatónkat. Vajdaságban voltunk egy alkalommal, határon nagyon nehéz volt visszajönni, mert akkor még nem volt unióban Szerbia, és a magyar határőrség nem akart visszaengedni bennünket, mert nem találták megfelelőnek az állategészségügyi dokumentumokat, amit az ottani állatorvos kiállított. Akkor voltunk egy ízben Kazaksztánban lovas bemutatót tartani, illetve a legnyugatabbi rész az pedig Németországban volt, Bajorország, a Wallenstein Fesztiválon vettünk részt két alkalommal, és 2008-ban és 2012-ben, ezt 4 évente rendezik meg ezt a nagy fesztivált. Amikor elmennek egy ilyen bemutatóra, ugye mondta, hogy lovas, harci jeleneteket adnak elő, bővült-e azóta a repertoár, tehát mondjuk ilyen akkori, régi életképeket is bemutatnak-e? Vagy csak kifejezetten a lovas jelenetekre fókuszálnak? Igen, mindenki bővült a repertoár, tehát ha visszagondolok egy tizennéhány évvel ezelőtti időszakra, hogy akkor mit adtunk elő egy ilyen bemutatón, és most mit csinálunk, akkor azt lehet mondani, hogy teljes mértékben más a program. Tehát egyrészt bővült a csapat létszám is,
És nagyon sok ifjú csapattársunk van, akik remélhetőleg jövőre beérnek, és lovas harcos lesz belőlük. Hogyha ez sikerül, akkor épp most a napokban gondolkoztam rajta, hogy 19 lovasunk lesz összesen, ami azt gondolom, hogy ország szinten is már egy nagyon nagy eredmény. És természetesen a bemutató nem csak létszámba, hanem minőségbe is változott, tehát a 10 évvel ezelőtt olyan 4-5 programszámot tartalmazott a bemutató, most összesen 14 különböző bemutató részlet van. Mi a kedvencük ami... önöknek és általában a közösségnek, a közönségnek? Hát összességében nincs szerintem ilyen, hogy kedvenc, mert ez egy kerek egész kultúra, amit igyekszünk bemutatni. Tehát mi nagyon szívesen csinálunk mindent, akár a harci jeleneteket, akár azokat a lovas-nomád játékokat, amiket be szoktunk mondani. A közönségnek viszont azt gondolom, hogy azok a lovas-nomád játékok a kedvencei, ami jobban szemlélteti a magyar virtust, tehát például ez a köbere vagy kecskerablás játéka, vagy például a lovasbirkózás, illetve hát a bemutatónak talán a csúcsa, amit nagyon szeret és díj az a közönség, az a trükklovaglás, amikor ilyen különböző lovas kaszkadőr mutatványokat szemléltetünk a közönségnek, vágtába felleugrálunk a lóhátán, ez a dzsigitelés keleti nevén, akkor előre-hátra elbújás, ez azt jelenti, amikor a lovas lekerül a lónak az oldalára, és a kengyelen támaszkodva ott függeszkedik, kapaszkodik a nyerekbe. Ezt használták egyébként harcokban is, amikor el kellett bújni a túloldalra, akkor a ló úgymond védte a lovast, akkor vágtába felállunk a lóhátára, fél oldalt felállunk, az a kozákállás, nyerek mellé kiállunk, az az oldalállás, mérleget csinálunk, akkor dzsigitelésből megfordulva háttal vágtázik az egyik lovasunk, és hát ezek nagyon látványos elemek, és azt hiszem, hogy ezt díjazza legjobban a közönség. Hagyományőrzés mellett és a hagyományápolás mellett az elmúlt időszakban volt még egy nagyon fontos feladata, hiszen ugye úgy konferáltam föl, hogy emeritus nagykunkapitány, mettől meddig tartott ez a megbízatása? Igen, ez a megbízatás 2012-től 2015-ig tartott. Itt Karcagon volt a beiktató ceremónia. És ő volt egyébként tavaly... a legfiatalabb eddigi nagykunkapitány, hogyha jól tudom. Én voltam, és fiatalságom ellenére már most nyugdíjba is vonultam. Tehát tavaly átadtam a feladatot, illetve átvette tőlem a Túrkevei Tóth Lajos, a Túrkevei Juhász Fesztivál keretein belül. És akkor azóta ő viszi a regnáló nagykunkapitány feladatokat. Milyen feladatai én pedig visszavonultam voltak? Az emeritus nagykunkapitányok közé. De ugye emeritusként is azért meg kell jelennie rendezvényeken. Milyen feladatai voltak? Ugye azt mondta, hogy tovább viszi a feladatokat. Igen, tehát a nagykunkapitányi tevékenység is a hagyományőrzéshez kapcsolódik. Tehát a helyi Nagykun, illetve a hármas kerületi Jász, Kiskun és Nagykun hagyományokat kell, hogy éltesse egy kapitány, akár Jász, akár Kiskun, akár Nagykun származású vagy térségben élő kapitányról lévén szó. Tehát igyekszünk erősíteni azokat a rendezvényeket, amelyek helyi szinten szolgálják a hagyományainkat, illetve minden kapitánynak van egy saját programja, amit igyekszik kivitelezni, és nagyon sok olyan rendezvény is van, ahol elvárják a szervezők, illetve a településnek a közössége, hogy a kapitányok ott egységesen megjelenjenek. Tehát vannak ilyen hármas kerületi rendezvények, ami kifejezetten ehhez az időszakhoz kapcsolódik. Azt lehet mondani, hogy ezeken a rendezvényeken kötelező jelleggel meg kell, hogy jelenjen a kapitány, és részt vegyen a programokba, illetve segítse az aznapi programokat, vagy akár az előzetes szervezést is. Milyen volt nagykun kapitánynak lenni? Hát nagyon, nagyon nagy megtiszteltetés, és azt gondolom, hogy emellett nagyon nagy lehetőség arra, hogy sok
hasonló szűrű emberrel megismerkedjen az ember, és nagyon nagy lehetőség arra, hogy részt vegyen az ember egy nagyobb körű hagyományőrző mozgalomban. Ha már lehetőség, ezt a szót említette, a jövőben milyen lehetőségeket lát, milyen tervei vannak még? Tervek azok vannak mindig bőven. Tehát szeretnénk továbbra is minél jobban megélni a hagyományainkat, mert összességében a hagyományőrzésnek azt gondolom az a lényege, hogy ne őrizgessük, meg ne ápolgassuk, hanem éljük azokat meg. Tehát ennek megfelelően mi is kint élünk a Kecskeri pusztán egy tanyán, a feleségémmel és a 2 éves Katica kislányunkkal, aki egyébként azt gondolom, hogy nagyon szereti a tanyasi levegőt. Ott kint az állatokkal, a természet lágyulén azt gondolom, hogy nagyon jó dolga van, és bízunk benne, hogy szép gyerekkora lesz. Tehát egyrészt igyekszünk átélni azokat a dolgokat, amiket évszázadokkal ezelőtt a természetben megéltek az elődeink is, illetve hát nagyon fontos, hogy azt a hagyományőrző tevékenységet folytassuk, amit eddig is műveltünk. Tehát a Pusztai Róka Nomád Hagyományőrző Egyesülettel tevékenykedünk továbbra is. Itt a karcagi programokat is próbáljuk színesíteni, amennyire az energiánk és időnk azt szolgálja, vagy biztosítja. Jó lenne újra lovasnomád életmódtáborokat tartani, mert néhány éve ez a folyamat sajnos abba maradt. Tehát azt lehet mondani, hogy több száz gyermek táborozott nálunk kint a Kecskeri pusztán, és igyekeztünk őket kicsit visszaröpíteni a múltnak a dolgaiba, megismerni egy olyan kultúrát, amelyet őseink átéltek, amely értékeket ők is képviseltek. Tehát szeretnénk táboroztatni is a jövőbe, bízok benne, hogy ez fog sikerülni. Akkor a Kovács Mihály Huszár Bandériumnak is tagja vagyok, ahol szintén tevékenykedünk egy más kornak a hagyományai kapcsán, Kovács Mihály Egyesület szárnyai alatt. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, és kívánom, hogy a terveit tudja megvalósítani a jövőben, és még egyszer gratulálunk a kitüntetéséhez. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, már megköszönöm figyelmüket. Kedves nézőink, már a munkatársaim nevében is megköszönöm megtisztelő figyelmüket, hívjanak bennünket, vagy írjanak nekünk bátran, és maradjanak velünk, mert egy rövid reklám után folytatódik a Karcag Televízió adása, a jövő heti viszontlátásra mindenkinek.